Az elmúlt hét során református gyermektábor került megrendezésre az Anna idősek otthonában. A gyerekek szép számmal voltak jelen, és ahogy rövid összeállításunkból is kiderül, feledhetetlen élményekkel gazdagodtak. Gyerekzsivajtal és kacajtól volt hangos az Anna idősek otthonának udvara érkezésünkkor. Az Anna idősek otthonában vagyunk, és itt áll mellettem Cető Viktória lelkipásztor, akit a táborról kérdezek. Hanyadik alkalommal került megrendezésre ez a tábor? Nem tudom a pontos számot megmondani, hogy hanyadik alkalommal vannak itt együtt a gyerekek, de az biztos, hogy sok évre visszamenő hagyomány már az, hogy nyaranta a Református Egyházközség egy olyan napközis tábort szervez, ahol 5 évestől 12 évesig a gyerekek együtt lehetnek. Ezt a hagyományt ezt mi örömmel folytatjuk, és örömmel folytattuk, és reménységünk az, hogy az előzőekhez hasonlóan most is jól tudták magukat érezni a gyerekek, és nem csak az élményeket, hanem a lelki élményeket is magukkal tudják vinni innen. Mi volt a tábor tematikája? Az egyházunkban nagyon sok gyülekezet használja azt a tematikát, amit általában egy lelkész munkaközösség, mondjuk így dolgoz ki. Ez most ebben az évben Józsué könyve volt, és a bibliai honfoglalás volt a téma. Ennek a állomásait, a különböző eseményeit, hitpróbáit, Isten segítségére rámutató történeteket hallhatták és láthatták a gyermekek reggelenként, és az egész napunk erre épült föl, mindig az aznapi üzenetre. Milyen módszerekkel dolgoztátok fel ezeket a történeteket? Az a tapasztalatunk a gyerekek között dolgozva, hogy a leginkább az tetszik nekik, az a szívükhöz, lelkükhöz közel álló módszer, amikor nem csak elmeséljük, hanem be is mutatjuk azokat a történeteket. Édua segít nekem egy kicsit itt a mesélésben. Tehát mindannyian a munkatársainkkal, az önkénteseinkkel, a segítőinkkel egy-egy jelmezt magunkra kaptunk, vagy egy-egy bajuszt magunkra ragasztottunk, és úgy próbáltuk eléjük élni azt a történetet, amit szerettünk volna átadni nekik. Hány gyermek vett részt az idén ebben a táborban? Közel 40-en voltunk együtt, talán a 40-es számot el is értük egy-egy nap, a gyermekek létszámát tekintve, és 10 vagyunk körülbelül, akik felnőttek középiskolástól, egyetemistán át felnőttekig, munkatársaink és gyülekezeti önkénteseink, akik vigyázunk rájuk. Milyen szakemberek segítették a munkátokat itt a mindennapok során? Mindenképpen meg kell említenem a két hitoktatónkat, akik itt vannak és minden nap velünk vannak. Van egy óvónéni velünk, aki minden nap itt van reggeltől estig, és ő is segít. Vannak egyetemistáink, akik tanári pályára készülnek, és ők is fontosnak tartják az itteni munkát, óriási élményeket kaptak az elmondásuk szerint, és nagyon szívesen jönnek minden nap. És meg kell, hogy említsem az Anna otthon minden dolgozóját, akik mind az étel, illetve a konyhai szolgálatban, úgy a termek tisztántartásában a segítségünkre vannak. S hogy kinek mi tetszett leginkább a táborban? Erre a kérdésre változatos válaszokat kaptunk. Egy biztos, kicsik és nagyok, fiúk és lányok mindannyian megtalálták a számukra legkedvesebb elfoglaltságot. Nagy imádságot kellett írnunk, meg hogy az is jó volt még, hogy én tanultunk történeteket. Van kedvenc történeted a Bibliából? Igen. Amikor Dávid legyőzi Góliátot. Miért érdekes vagy szép ez a történet? El tudod mondani néhány szóban? Hát, hogy Dávid hitt Istenbe, és azért tudta elintézni, vagy megölni Góliátot. És itt vannak ezek a fajátékok, ezek is nagyon különlegesek. Csillámtetkó is jó. Nagyon jó. És még mi az, amivel töltöttétek a napokat? Hát játszottunk, ettünk, meg még sokat csinálunk ilyen szütyőket, ilyen sokféléket, meg még ilyen kézműveskedéseket. Szeretsz kézműveskedni? Igen, nagyon. Mi az, amit a legjobban szeretsz? Hát a táskákat, és csináltunk ilyen szütyőket. És milyen anyagból készülnek ezek a táskák? Hogy kell ezt elképzelni? Hát úgy, hogy ilyen színes papír, ilyen színes vonalakból, és akkor szépen így megcsinálják. Itt áll mellettem egy újabb lelkes táborozó. Hogy hívnak téged? Kereszi Lili. Lili, hány éves vagy? 5. Először vagy itt ebben a táborban? Igen.
És hogy érzed magad? Jól. Mi az, ami leginkább tetszik itt neked? A gólyaláb. A gólyaláb. A horgászos, meg a hordó. És mint ahogy önök is láthatják, ilyen egy tábor, ahol a játék, a hit és a szeretet találkozott. Milyen színű legyen, Janka?